2019. március 9-én írtam meg ezt a dalt, ezt követően készítettem róla egy hangfelvételt, amit elküldtem Kevének. Keve azt mondta, hogy hű, a refrén az tökéletes, azt nagyon eltaláltad, viszont minden mást azt úgy át kéne írni. Elmondta, hogy mire figyeljek, ugye a szótagszámokra, stb. Majd elővettem a nagy nyelvtantudásomat, és újraírtam a dalt. Hogyha elakadtam, ott segített Keve, és igazából így született meg az új dalszöveg, ami lényegében mondani valóban ragaszkodik az első verzióhoz, de mégis azért nyelvtanilag pontosabb. És végre indulhatunk a stúdióba, profi körülmények közt felvenni a dalt. A gitárért Ádám lesz a felelős. 5 éve gitározik komolyabban, de 9 éve kapta az első gitárját. Ekkor kezdett igazán beleszerelmesedni a zenébe. Jelenleg a Szegedi Take-Tree zenekar tagja. A dob mögött Botond foglal helyet. 2014 óta a Score zenekar egyik meghatározó tagja. Botond elmondása szerint bármikor vevő egy kis session dobolásra, mert sokat fejlődhet az ember, ha új környezetben próbálja ki magát. A zenei producerünk pedig Keve, aki Angliában tanulta ki a szakma rejtelmeit. Nélküle nem is jöhetett volna össze ez a projekt. Egy rövid próba és átbeszélés után végre átléphetjük a szegedi Miracle hangstúdió küszöbét. A stúdióról érdemes tudni, hogy rengeteg profi munka készült és jelenleg is készül itt. Többek között a Honey Beast együttes is készít itt felvételeket. Ilyen kis zenész Magyarországon. Akit pedig itt láttok, az nem más, mint Kosta. Stúdiómenedzser, hangmérnök, producer és még a Gipo Circus gitárosa is. Igazából ő a stúdiónak dolgozik, de rengeteget segített a felvételek során. Egész jól haladunk a munkálatokkal, jelenleg Botond dobolja a dalalá a dob részt, tehát értitek. Én pedig jöttem kicsit gyakorolni, énekelni, hogy rendben legyek, ami nagyon érdekes amúgy szerintem. Nem tudom, látjátok-e. Szerintem itt szokott próbálni a Honey Beast. Szinte biztos vagyok benne, ugyanis egyébként a Honey Beast az szokott itt fölvenni ebben a stúdióban, úgyhogy váh, úristen, de király. Életfáj. Összesen 6 órát töltöttünk a stúdióban. Remélem, hamarosan ti is találkoztok majd a végeredménnyel. Azóta már leforgattuk a klippet is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk legközelebb!